A 2018-ban alakult Steppen Style táncstúdió immár 6 éve szerves részét képezi városunk sportéletének. A jelenleg több mint 160 diákkal rendelkező tánciskola az idei év munkájának gyümölcsét vasárnap a Vörösmarty Színház nagy színpadán mutatta meg az érdeklődőknek évadzáró gálájuk keretében. A gálára a táncosok 50 koreográfiával készültek, amelyek összefoglalják az egész 2023-24-es évad munkáját. A táncstúdió 10 csoportjában jelenleg 5 táncművész tanítja a kicsiket és nagyokat, az idei évtől már nem csak Székesfehérváron, hanem Móron is. Tombor Tímea, a Steppen Style táncstúdió vezetője elmondta, az iskola stílusát nem lehet pontosan meghatározni, hiszen többféle táncirányzatot is felölel az oktatás. Mindennek az ötvözése tulajdonképpen. Klasszikus balett az alapja, de igazából egy kicsit belenyúlunk a populárisabb zenékhez nyúlunk, illetve a lépésanyagból is populárisabb, de a modern tánc műfaján belül, tehát jazz technika, Limon technika, Graham technika, attól függően, hogy éppen melyik tanár mit szeret oktatni. A stúdió növendékei közül már sokan a Gorzium Művészeti Középiskola tanulói. A Steppen Style táncosainak tehetségét az is megmutatja, hogy az ősz folyamán a nagy csoport kijutott Rómába, egy nemzetközi táncversenyre, ahol 2 aranyat és 1 ezüstérmet nyertek el.